Hogyha te is szeretnél kiváló trónokharc, illetve sárkányok a termékeket vásárolni, akkor mindenképp látogass el az xon.hu-ra, ahol számtalan figurát, pólót, bögrét és szinte mindent megtalálsz a témában. Link a leírásban. Mostanában elég sokszor szembe találtam magam az interneten azzal a sárkányok vagy trónok teóriával, ami azt állítja, hogy Demon Targaryen lesz az éjkirály. Na hát ez kimondva is eléggé érdekes és megdöbbentő. Úgyhogy gondoltam, mivel ti is valószínűleg sokan találkoztatok már ezzel, akkor járjunk utána ennek a teóriának, hogy ez mennyire igaz. Persze most röviden ezt meg lehetne válaszolni, hogy nem, de gondoltam arra, hogy nézzük meg ezt a teóriát, kicsit bemutatom nektek, hogy ő, mire gondolt itt valójában a költő és még azért azt le kell szögezni, hogy spoilerek fognak következni, mind a sárkányokháza a trónok Harca sorozatból, illetve a könyvekből, szóval, ezek egyikét se olvastátok, se nem láttátok a sorozatokat, akkor inkább azokat nézétek meg először, és utána gyertek vissza, de hogyha nem zavarnak titeket a, a spoilerek, akkor tartsatok velem. Ugye a Sárkányok háza második évadának finálé a tartogatott néhány meglepetést, többek közt láthatunk egy mást, amely elkezdte még jobban táplálni ezt az elég bátor elméletet, és nem ez az első alkalom, hogy az égkirály és a mások létezésére utalnak a Sárkányok házában. Ott volt például Viserys király, aki megemítette Egon a hódító álmát és a hosszú éjszakát, illetve amikor Jesseris találkozott Kregennel, éjszak őrzője beszélt a falon túli fenyegetésről is. A Sárkányok háza azért eltér George R. R. Martin Tűz és Vér című könyvétől, és nem valószínű, hogy a sorozatban meg fog jelenni a sereg más például. Aki ismeri a Trónok Harcát és Ego Jóslatát, az tudja, hogy a Targaryen ház sorsában mennyire meghatározó szerepet játszanak a mások, és olyannyira, hogy ez egyesek számára azt eredményezte, hogy Demon targaryen az az Égkirálya hozzák összefüggésbe, amit még egyszer hangsúlyozok, tényleg elég meredek elképzelés. És ez a vad teória még jóval a Sárkányok háza második évadának finália előtt jelent meg először, amely azt állítja, hogy Demon végül a trónok harcában látott éjkirályá fog válni, ami közel 200 évvel a sárkányok háza után játszódik. A bizonyítékok nagy része Demon megjelenéséből is ered, hasonlítsuk csak össze a herceget és az éjkirályt, a ruházata, illetve a stílusa valamilyen szinten egyformának is nevezhető. Általánosságban elmondható, hogy az égkirály Targaryen származására vonatkozó plegykák nagy része a trónok harca 8. évadánál kezdődött el, amikor az égkirály túlélte a sárkánytüzet. Mivel Daenerys is képes volt elnyerni a lángokat, Felmerült a gondolat, hogy ez minden Targaryenre jellemző, azonban kizárólag csak Daenerys rendelkezett ezzel a képességgel, szóval ez hamis állítás, és ezt ugye láthatók a Trónokarta sorozatban is, viszont nem szabad azért mindent félreértelmezni és a helyén kell kezelni a dolgokat, szóval az sem előnyös, hogy minden apróságban látunk valamit, mert ilyen őrült teóriákat is szülhetnek ezek az ötletek. Demon rejtélyes sorsát ráadásul bizonyítéként használják az égkirály elmélet alátámasztására. Demon ugye végül a sárkányok tánca során él fogja életét veszíteni. A könyvben Demon és sárkány a Harenhal felett harcolnak Emondal és Vagárra. azonban mind a négyen meghalnak az összecsapásban, de Demon maradványai technikailag sohasem találták meg. Bármennyire is nevetséges, megosztó és furab, használatuk bármilyen jelzőter az elméletre, szóval ez a teória a sárkányok háza második évadának befejezése, demon látomásaival minden bizonyal azért még több olajat tett a tűzre, és ennél a momentumnál demon a trónok harcához kapcsolódó pillanatokat látott. A látomások között szerepelt a háromszögű holló, Daenerys miután megszülettek a sárkányai, és egy más. Látszólagosan a jövő kulcsfontosságú pillanatait szerették volna bemutatni nekünk pár snitben. A Demon Targaryent körülvevő égkirály elmélet minden bizonyal olyan teóriának tűnik, amit a nézők vagy szeretnek, vagy utálnak, szóval mindenképpen kommenteljetek, hogy ti mit gondoltok erről az egészről, én nagyon kíváncsi vagyok, és ez tehát azt jelenti, hogy nincs logikus módja annak, hogy Demon lenne az égkirály, főleg, hogy a karakterről állítólag először több ezer évvel a sárkányok háza, illetve a trónokarca előtt lehetett hallani. Ugye, hogy előbb említettem, Demon testét sosem találták meg a könyvekben, de ez egyesek szerint azt jelenti, hogy valahogyan újra a trónok harcában látott éjkirályként, királyként, és erről rövide az a válaszom, hogy nem, nem fog újra nem ő lesz az éjkirály. király. Nyilván érdekes eljátszani azért ezzel a gondolattal, különböző nagy franchise-okban, Star Wars-ban, vagy Leyen Marvel, ott is érdekes azért ilyen elborult ő, teóriákkal szórakozni, viszont tényleg egyszerűen nem lenne semmi értelme, úgyhogy mindenképp kommenteljtek, hogy ti mit gondoltok erről, nagyon kíváncsi vagyok a ti